Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Takács Péter államtitkár úr szerint jobb állapotban van az egészségügy, mint amit gondolunk róla, és hülyeségnek nevezte, hogy a kormány tudatosan tereli a magánellátás felé az embereket. Most azért a tények más mutatnak. Az elmúlt 2 évben már minden második magyar ember vett igénybe magánegészségügyi szolgáltatást, és idén már az első fél évben 31 ezeren léptek be az egészségpénztárba. A kormányinfon elhangzott, hogy a kormány 2,5-szer annyit költ az egészségügyre, mint a baloldali kormányok tették. Számtanilag lehet, hogy így van, a miniszterelnök úrtól is hallhattuk ezt a mai nap, azonban folyamatosan kimarad a tájékoztatásból az, hogy ennek nagy részét elvitte az infláció, így az egészségügy rendszerre gyakorlatilag a rendszerváltás óta alulfinanszírozott. Államtitkár úr szerint a GDP 7,4%-a megy egészségügyre. Nem tette hozzá, hogy ez az adat a kormányzat, az önkéntes finanszírozási rendszerek és a háztartások összes folyó egészségügyi kiadását jelenti. Ebből az Eurostat szerint 2022-ben az állami kiadások aránya csak 4,7% volt, amivel Magyarország a sereghajtók közé tartozik. Abban viszont sajnos az uniós átlag felett állunk, hogy a GDP 1,8%-át költjük saját zsebből egészségügyre. A hálapénz megszüntetésével tehát boríték helyett a magánszolgáltatókhoz landol az emberek pénze. Az államtitkár úr elismerte, hogy az eladósodás kódolva van az állami egészségügyben, ami a NEAK főigazgatója szerint még úgyis havi 12-13 milliárd forintos többletkiadást jelent, hogy a KEF átvette a kórházak üzemeltetését. Takarékossági intézkedésként az egészségügyi ágazat fejezeti kezelésű előirányzatát a harmadára csökkentették, miközben Csányi Sándor új magánkórházát 26 milliárd forinttal támogatják. Vajon miért? Majd elmondom, hogy miért. A kormány közel 10 éve nem nyúlt a támogatási rendszerhez. A finanszírozási reformot a Covid idején se tartotta fontosnak, de most, hogy januártól bizonyos típusú szűrővizsgálatokat kötelezővé akarnak tenni, hirtelen felgyorsult a tényleges ráfordítások felmérése. Ez összefügghet azzal, hogy a szűrővizsgálatokat a kormány magánszolgáltatók bevonása nélkül nem tudja megvalósítani, a haveri cégek pedig nem fognak önköltségi árral dolgozni. Ezért ez egy jó üzlet. Államtitkár úr szerint kormányzati döntés szükséges ahhoz, mely magánszolgáltatókat engedik be a hosszú távon a közfinanszírozásba. Ez is azért igen beszédes, tisztelt államtitkár úr. Szerintem gyorsan ki tudjuk találni, hogy milyen cégek kerülnek majd ebbe a közfinanszírozási rendszerbe. A Mi Hazánk mozgalom a kötelező szűrővizsgálatok helyett a várólisták megszüntetését követeli. Kérem ezért tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a kormány döntötte a kötelező szűrések bevezetéséről és a magánszolgáltatók bevonásáról, hol tartanak a finanszírozási rendszer felülvizsgálatával, a magánszolgáltatások közfinanszírozását milyen formában tervezik megvalósítani. Köszönöm a türelmét, elnök úr. Tétvári Bence miniszterhelyettes úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, miniszterhelyettes úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Fontos ezt tisztázni, hiszen a magyar baloldal bármikor az egészségügy közelébe került, rögtön privatizációról beszélt, emlékezhetünk a Hospinvestre, emlékezhetünk a vízidíj beszedésére, a kórházi napi díjra. Ők az egészségügyi kasszában csak a nagy pénztömeget látják, és azon dolgoztak folyamatosan, hogy ami ebből profitot termelhet, azt igyekezték magánvállalkozásoknak, méghozzá hozzájuk közálló magánvállalkozásoknak kiszervezni. Míg mi egy állami, mindenkire kiterjedő, egységes egészségügyi közszolgáltatásban gondolkozunk, ezt szervezi meg az állam. Az állam biztosítja az egészségügyi ellátást minden járulék fizető számára, vagy aki aktív éveiben fizette a járulékot, és a magánellátást pedig a legszigorúbban ellenőrzi, hogy ne legyen különböző ilyen erőszobákban vagy máshol végzett egészségügyi szolgáltatásuk. Ha megnézi, hogy a kormányzásunk kezdetén mennyit fordított az állam egészségügyre, azt látja, hogy 1198 milliárdot, most pedig idén 3225 milliárdot. Nem hiszem, hogy talál még egy olyan kormányzatot, ami több mint 2000 milliárd forinttal emelte 1198 milliárdról 3225 milliárdra ilyen nagyságrendben az egészségügyi kiadásokat. Olyat fog találni a baloldali kormányt, amelyik csökkentette ezeket a ráfordításokat, olyat keveset, amelyik ilyen nagy mértékben növelte, és természetesen az idei évben is a kórházak számára először 63 vagy 41 milliárd forintos pluszt biztosítottunk. Talán a legfontosabb, ami az elmúlt években történt, az a hálapénznek a kivezetése,
ami nem egy soros jogszabálymódosítással történt, hanem azzal, hogy az orvosoknak a bérét ugye többszörösére, 2,5-szeresére emelte a kormányzat. Így sikerült az 50-es évek óta velünk levő, az egészséget leginkább torzító kóros tünetet, vagy kóros jelenséget, a hálapénzt kivezetni az egészségügyi rendszerből. Ugye a baloldalnak még olyan tervei voltak, hogy legyen adóköteles a hálapénz, és akkor majd így legyen valamilyen rendszer. Mi ezzel szemben radikális béremelésben gondolkoztunk. Engedje meg, hogy ennek pár példát mondjak. Kormányzásunk kezdetén egy kezdő orvosnak a bruttó alapbére, tehát a bruttó, de pótlékok nélküli bére, a 129.500 forint volt, ez a tavaly évre már 687.000 forintra emelkedett. Egy 40 éve dolgozó orvosnak a bruttó alapbére 262.000 forint volt, tehát bruttó, de pótlékok nélküli 262.000 forint, ez most már 2,3 millió forint magasságában van, tehát érezhető emelkedés volt, ennek köszönhető a kivezetése a hálapénznek, amivel mindenki fizetett az egészségügyben szinte, aki orvos közelébe került. A kötelező szűrésekről a kormány nem tárgyalt, arról döntést nem hozott, ezt már sokszor elmondtuk, de elismétlem önnek, hogyha ezt újra megkérdezi, tisztelt képviselő úr. Szakdolgozók bérét is igyekeztünk emelni, 170.900 forint volt az átlagos szakdolgozói bér a kormányzásunk első időszakában, most már ez 800.000 forint felé közelít. Több ezerrel nőtt a dolgozó orvosoknak is a száma, amikor elkezdtünk kormányozni 33.943 volt, most pedig jóval 40.000 fölött van, tehát jóval több orvos is dolgozik. Több orvos, magasabb bér, jóval magasabb egészségügyi költségek, átláthatóbb rendszer, kivezetett hálapénz, tehát kivezetett fizetős egészségügy, amellyel mindenkinek a zsebébe kellett nyúlnia szinte, aki valamilyen komolyabb beavatkozásra készült, mert ez volt a szokás, sokan persze ezt nem fogadták el a hálapénzt, innen is szerintem megbecsülésünket fejezhetjük az irányukba, de most már senki sem szorul rá, hiszen ezzel a 2-2,5 milliós bérrel azért már mindenki egy normál bérezést kap, és nyilván erre jönnek még a különböző egyéb járulékos ügyeleti díj és más bérelemek. Ebben gondolkozunk mi, tehát tisztelt képviselő, ehhez képest a magánegészségügy csak kiegészítő lehet, mindenkinek az állami egészségügyben meg kell kapni a lehető legjobb szolgáltatást, ezért vezettük be az egészségablak alkalmazást, hogy mindenki maga már mobiltelefonon keresztül is tudjon szakrendelőbe időpontot foglalni, ehhez képest csak kiegészítő lehet, hogy mondtam, a magánegészségügy, és ne azért legyen kiegészítő, mert valaki lassan kerül sorra, hanem az állami egészségügyben is kerüljön sorra. A várlista csökkentésre sok programot indítottunk, több mint 60 milliárd forintot költöttünk rá. A következő válaszomban majd ezt is elmondom önnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, a válaszát nem tudom elfogadni, mert a magánegészségügy finanszírozási szempontból már eddig is erősen összefonódott a közfinanszírozással. Jól mutatja ezt az, hogy a magánkézben lévő szolgáltatók tavalyi 900 milliárd forintos bevételéből nagyságrendileg 300 milliárd forintot a NEAK finanszírozott. Tehát így azért a magánbefektetőknek a napnál is világosabb, hogy ez egy jó kis csemege gazdasági szempontból, ráadásul úgy, hogy a kormány még szórja is a milliárdokat ezeknek a magánbefektetéseknek a támogatására. Felháborítónak tartjuk azt is továbbá, hogy nem lehet tudni pontosan, hány állami vezető jogosult például VIP ellátásra az állami kórházakban, és ez mennyibe kerül az adófizetőknek. Ezért törvényjavaslatot nyújtunk be, ami megszüntetni kívánja a politikusoknak és a hozzátartozóik számára a VIP szolgáltatások lehetőségét az állami egészségügyben. Köszönöm szépen.